Köszöntöm nézőinket, mintegy 55 diák kezdte meg az elmúlt hétfőn a közép és emelt szintű érettségi Tatúri György gimnázium és alapfokú művészeti iskolában magyar nyelv és irodalom tantárgyból. Az érettségi időszak június 3-án zárul. Az írásbeli vizsgák május végéig tartanak, majd azt követően kezdődik a szóbeli időszak. Gyors eligazítás az iskola udvarán, aztán indulhattak is az érettségizők a vizsgatermekbe, hogy középiskolai tanulmányaik zárásaként számot adjanak tudásukról. Útra valóul kaptak még egy bátorító ökölpacsit dr. Dobos Tamási igazgatótól. Azért ez egy izgalmas helyzet, pedagógusoknak is sokat készülünk erre, nem csak a tanítás. Tanítatás során, hanem hát azért ez egy vizsga, egy szabályozott oktatási hivatal által szabályozott vizsga, és ennek megvannak a megfelelő menetrendje, mindenféle szigorú szabályozása és hát nem szeretnénk azt, hogy bárki is megóvná valamilyen apró kis nőhaszni hiba miatt a saját érettségét, vagy arra hivatkozva, hogy emiatt a nőhaszni hiba miatt nem tud teljes mértékben oda koncentrálni. Ugye a szabályosság mentén igyekszünk mindent biztosítani a diákoknak, hogy ez zavartalan legyen az érettség, és csak a tudásuk által felvértett gondolatok kerüljenek a, a papírra. Van olyan diák, aki már az elmúlt évben előrehozott érettségi vizsgát tett. Az ő számára már könnyebb az idei megmérettetés, hiszen némi tapasztalattal érkezett. Annak a félelmében, hogy valamelyik tanárom látja, ezért azt mondom, hogy nagyon sokat készültem erre az érettségire. Én a teljes nyugalomban jöttem ide, tudván, hogy ez is csak egy újabb dolgozat, csak ez egy kicsit hosszabb, meg az életem múlik rajta gyakorlatilag. Ezen kívül teljes mértékben nyugodt vagyok. Res Bendegúz István az angol érettségim már túl van. A jövőt tekintve nemzetközi kapcsolatok vagy pszichológia szerepel a tervek között. Az irodalmat szereti, és a nyelvtanulás is könnyen megy. Már megvan a B2 franciából, illetve tanulok arabul és kínaiul, úgyhogy... Ezekkel szeretnék még dolgozni, meg az iskolában tanultam a németet is négy évig, ezzel kifejeztem azt is, hogy tanultam, és nem beszélem. Az, hogy még milyen nyelveket tanulok meg, az még talán pársi urdu és a hasonló ilyen nyelvek. Az általános tapasztalat az, hogy a diákok több mint fele valamely felsőfokú oktatási intézményben fogja felhasználni a kék kemény fedeles bizonyítványát, mondta el az intézmény vezetője. Azért jött ide, hogy ez egy beugró kártya, ahhoz, hogy akkor ő tovább tanuljon, aztán egy része valamilyen szakmát választ, vagy éppen elmegy dolgozni, tehát ez sem kizárt, és akkor később lép esetleg egy olyan útra, ami számára megfelelő. Valakinek elég volt négy-öt év, hogy eldöntse, hogy mit szeretne, valakinek még kevés volt, és akkor hát várat még magára a nagybetűs élet fontos lépésének eldöntése, de azt gondolom, hogy nincs ezzel semmilyen probléma, jöjjön rá, hogy mi az, amit szeretne, miben tudja magát kiteljesíteni, és hogyha ez megvan, akkor akár egy teljes élet is, és örömteli élet várhat majd ő rá az irodalomvizsgát követően matematikából, történelemből, majd az idegen nyelvekből vizsgáznak a végzősök. Az írásbeli vizsgák május 26-án zárulnak.